szállító tartálykocsi borult fel, ugye ez párosult egy komoly műszaki mentési feladat, tehát egy komoly közlekedési baleset, azt a gépjárművet, amire át lehetett fejteni a gázolajat, és ugye ezt követően már át tudjuk oda mentesítve a környezetet ilyen formában. Igen, felzárni a de előtte kettelesünkben. Az egyiket backboarddal, a másikat meg kedmellénnyel veszük. Ilyen tudomság, mert még nem sokat használunk. Esetben egy darab esetkocsi lett leriasztva a mentőszolgálat részéről, a tűzoltóság részéről két darab gépjármű fecskendő és egy darab műszaki mentő vonult a helyszínre. A tűzoltóságnak a riasztás idejét, hogyha valaki esetleg még nem tudná, ők a jelzést követően 2 percen belül kell, hogy eladják a helyszínt, illetve csak a laktonyát vagy az előző pár helyszínt. Amit itt látunk, a következő történik, a tűzoltóság részéről biztosítják a gépjárművet, kiékelik, majd megkezdik a járműnek az áramtalanítását. Fontos momentum a gépjárműnek az áramtalanítása, mert amennyiben a gépjármű baleset következtében még nem gyulladt ki, akkor ezt meg kell tennünk az áramtalanítás további veszélyforrások, hogy a gépjármű kigyulladása, vagy a benne elhelyezett egyéb passzív vagy aktív utas védelmi rendszerek, mint például a légzsáknak a hatástalanítása érdekében. Ezért teszi ott a két kolléga elő, hogy fölteszíti a gépjárműnek a motorterét, és ott megteszi az áramtalanítását. A tűzoltóság részéről az áramtalanítás elvégzése megtörtént, ugyanakkor, ha valaki látja a gépen, mindott mindenképpen egy forralótó, tűzoltó készüléket is elhelyeznek, amennyiben mégis olyan dolog történne, hogy szikra hatására, rövid zárlat hatására a gépen. Sérült gépjárműről megpróbáljuk eltávolítani a fákat. Természetesen ehhez motorfűrészre van szükség. Az ajtókat most átéltek a menetilány szerinti baloldalra. Erre mindenek azért van szükség, hogy az ajtó, a két ajtó, az első és a hátsó ajtó közötti tér oly módon megnyíljon, hogy azt a feszítő szerszámot be lehessen helyezni, és az ajtó ki lehessen feszíteni a karosszériára. Az ajtó levételén közben a másik oldalon elkezdődött a tető oszlopoknak az átvágása. Itt, amire a tűzoltóknak figyelni kell, hogy a korszerű járműtechnika
korábban már a járművek el vannak látva olyan aktív és passzív védelmi rendszerekkel, amik arra szolgálnak, hogy a benne ülők védelmét a lehető legnagyobb szintre növeljék. Magyarul mindenki ismeri a légzsákokat. Az a légzsákok indításához, amely nem csak elől helyezkedhetnek el akár a gépjármű ülésében, vagy akár a tetőlemezben oszlopban, oda kell figyelni a légzsákokat, a továbbra is a tetőlemez és az oszlopok vágása, tetőlemez eltávolításához a szükséges oszlopok elvágása a folyamatban. Ha valaki látja itt a menetirány szerinti baloldalt, éppen a B oszlop, az a középső oszlopnak az aljánál a küszöb felett történik a vágás. Most látjuk azt, amikor a biztonsági üveg a szélvédő ütésével, verésével, kopogatásával próbálnak helyet biztosítani a szerszámnak, hogy ott majd vágni lehessen. És most látjuk azt a momentumot, mikor a karosszéria ellen komplett tetőlemeze a meglévő oszlopokkal eltávolításra kerül. Ez kell ahhoz, hogy a teljes utastérhez hozzá lehessen férni, és körkörösen sérültekkel lehessen foglalkozni, és majd a mentésüket el lehessen végezni. A jobb első ülésen ülőnél, aki feltételezhetően gerincsérült, de speciális mellényt adnak rá, és majd úgy próbálják kiemelni a gépjárműből, még a bal első a vezető ülés történő sérült kiemeléséhez pedig majd egy bordot fognak használni, majd rúgjuk, hogy ezt is látnak. Amíg a mentő kollégák, bajtársak a sérülteket kiveszik, pár érdekes jelmény, hogy semmit nem lehet látni a sérülteket. Lehet látni ennek a mellének a kólhelyezésével, milyen biztos pozícióba tudták a sérültet helyezni, hogy a gerincsel ne tudjon a tengelyénél fogva semmelyik irányba se elfordulni. Bocsánat! Fogod?